Beszélgetve pár nappal ezelőtt, hetekkel ezelőtt, arra az elhatározásra jutottunk, hogy ő nyitja meg a kiállításunkat, és nem is kellett nagyon fölkérni, hanem ő rögtön azt mondta, hogy hát nekem annyi emlékem volt erről a zenekarról, hogy szeretné, hogyha végül is ő nyitná meg. Én ennek engedélyt adtam, és most szerintem hallgassuk meg Kara Szabó Lillát. Egy kis beszéddel emlékeket. Annyi emlékünk volt, hogy muszáj volt leírnom egy párat belőle. Nagy örömmel fogadtam el a TESZ-be felkérését. Néhány gondolattal időutazásra invitáljak minden kedves jelenlévőt. Sokáig fogva leszem a zenekar tagjaként, és lehetőségem volt sok helyre eljutni. Mai napig emlékszem a Balaton fegyvesi táborra. Kétszintes épületben voltunk, nagy aulával, saját strandal a Balaton partján, melyet első alkalommal megközelíteni sem tudtuk a hullámok miatt. Emlékszem a zenekari próbákra, a fellépésekre a kis pavilonban, a bazár soron. Akkor még elképzelni sem tudtuk, mennyi helyre fogunk eljutni. Legkedvesebb emlékeim közül szeretnénk néhányat megosztani. Ausztriában egy magas és eléggé hideg helyen játszottunk. Olyan hideg volt, hogy hősugárzók körül állva vártuk a fellépést. Bulgáriában kétszer jártam a zenekarral, az uborkaleves és a kecskevirsli azóta is sokszor előjön, mikor erről mesélek. Az első utazás végén volt egy vacsora egy galériás étteremben. A végén különböző országokból érkezett zenekarok tagjaival együtt lehetettünk körtáncot. Franciaországban egy piacon jártuk a köröket, a Hidakvály folyót játszva. Jaj, és fütyülve. Egyik nap felkeresett minket egy hölgy, aki Magyarországról költözött ki családjával, míg az 50-es években. Mikor hallotta, hogy magyarok is mennek a fesztiválra, rögtön felkeresett minket. Ez volt az első alkalom, mikor megláttam, milyen kicsi a világ. Habár csak 9 órára eljutottunk Monakóba, ami Forma 1-es rajongóként sokat jelentett nekem. Itt részt vettünk az egyik őrségváltáson is. Megálltunk Veronában is pihenni, ami Róma és Júlia rajongóként jelentett sokat nekem. Ellátogattuk Júlia szobrához. A falon sok előttünk ott járóhoz hasonlóan mi is ott hagytuk nyomunkat. Egy kis időre Júlia szerepébe bújhattam, és az ő erkélyéről csodálhattam meg a világot. Az egyik toronyban annyi lépcsőt másztunk meg, amennyit azóta én soha, és olyan gyönyörű kilátást sem láttam azóta. Emlékszem, pizzát szerettünk volna enni, de a főtéren túl drágának találtuk, így hát elindultunk pizzéria kereső expedíciónkra. Végül egy kicsi utcában találtuk meg a tökéletes helyet. Szintén itt a főtéren találkoztam először élő szobrokkal, akik egyszerre voltak ijesztőek és mégis gyönyörűek. Legtávolabbi hely, ahova eljutottam a zenekarra, a Spanyolország volt. Castellón de la Plana volt a fesztivál helyszíne. Kedvenc emlékem a késő esti menetelések voltak. Gyönyörűen kidekorált utcákon meneteltünk végig, gólyalábas beöltözött emberek kíséretében. A nagy fesztiválozás közepette egyik nap felkeresett minket egy anya-fia páros, aki néhány évvel korábban költözött
Spanyolországba, és végig kísértek minket. Ez volt a második alkalom, amikor megláttam, milyen kicsi a világ. Barcelonában körbejártuk a Sagrada Familiát, ami élőben még gyönyörűbb, mint a képeken. Bárhová is sodort minket az élet, sosem felejtkeztünk meg hazánkról. Magyarországon, azonban is főleg Zsolton, sokszor feléptünk fel. Pünkösdi zenés ébresztők is a legkedvesebb emlékeim között szerepelnek, kamionon utazni és zenével ébreszteni Zsolt lakosait. Sorolhatnám még, de akkor egész este itt lennénk. Ezeket és még sok más kedves emléket találhatnak meg a kiállított képek között, illetve a zenekar tagjainak szívében. Hiszen, hogy bármerre is sodor minket az élet, ezek az emlékek örökké összekentnek meg bennünket egymással, és örökké örök gyerek lelkű lesznek. Én megvallom őszintén, a könnyeimnél küzdködtem sokszor, meg most is. A Lilla Balaton fenyvesen rögtön eszembe jutott, hogy mint a Balaton sellője jött ki egyszer a tóból, és azt mondta, hogy hát sajnos beléptem egy horogba, ami átszúrta a nagy lába ujját, aminek a jelenő valószínűleg mindig ott van, és én műtöttem ki neki a horogot a lábából, úgyhogy... Jó, szerintem mesélnek a képek, ha még van idejük egy kicsikét a hangverseny előtt is elfoglalták a helyüket, foglalják el a helyeiket valami olyan tárgyal, amiket visszatalálnak, és nézzék meg a kiállítást. Nagy szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, felkérem Német István, Zsolt város polgármesterét tartson meg újévi ünnepi köszöntőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! Zene nélkül nincsen teljes ember. Én ezt a feliratot láttam boldogult fiatalabb koromban, a Zsolti Általános Iskola felső tagozatában, az Ének Zene teremben. A jó sorsom úgy hoztam, hogy az osztályfőnököm Madár István én Cica néni volt, gondolom mindenki ismeri itt a teremben. Így az a terem lett a mi fő hadiszállásunk, ha ezt mondhatom. A tábla fölött a felirattal, hogy zene nélkül nincsen teljes ember. Milyen igaza volt Kodály Zoltánnak, amikor ezt mondta. Gondoljunk csak bele, az életünkben nem lenne jelen a zene. Mi lenne velünk? Sokkal-sokkal kevesebbek lennénk. Hisz az ember, és most kicsit hadd legyek lokálpatrióta, a magyar ember zene nélkül szerintem nem is tud élni. A zenével fejezzük ki örömünket, bánatunkat, csalódásunkat, szomorúságunkat. A zenéből meríthetünk erőt. A zene adhat bátorítást, vigasztalást a gyászra, a szomorúságra, a szerelemre, az örömre és a boldogságra. És most itt nem sokára a hátam mögött meghallhatják a Zsolti Ifjúsági Fúvózenekar 15 éves jubileumi koncertjét. Igazi zeneélményben lehet majd részük, ez garantál. 15 év. Ebben a rohanó világban örökké valóságnak tűnhet ez a rengeteg idő. Az első gyermekek, akik itt a színpadon fújtak, ma már családapák, családanyák. 15 év. Mennyi közös élmény, mennyi barátság, szerelem, házasság, gyermek szövődött ez volt az idő alatt. És nem tudom, belegondoltak-e erről, hogy 15 év alatt mennyi és mennyi helyi gyerek tanulta meg a Kottának a művészetét, a zeneszerszámoknak a kezelését, szednészett dallamokat kicsalogatva belőle. Nekünk, kívülállóknak egyetlen egy szót kell, hogy mondjunk, az, hogy köszönjük. Köszönjük szépen az elmúlt 15 évet, köszönjük szépen a rengeteg koncertet, a csodálatos élményeket. Köszönjük szépen Fuchs Attila Karnagy úrnak, Nagy Máté Karnagy úrnak, hogy fáradtságot nem ismerve, és természetesen az összes többi zenepedagógusnak is, tanították gyermekeinket, unokáinkat. És köszönjük szépen azt, hogy voltak, hogy vannak, és azt is, hogy lesznek. És végére engedjék meg, hogy egy álmomat megosszam önökkel. Én szeretnék itt lenni majd a 25 éves ünnepi koncerten is, ha nem is úgy, mint polgármester, hogy én nyitom meg a rendezvényt, de legalább úgy, hogy itt valamelyik sorban ülhessek,
Én cserébe azt ígérem meg, hogy lelkesen fogok drukkolni és tapsolni, ahogy azt már teszem hosszú-hosszú évek óta. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, egykori és jelenlegi kollégáinkat, hajdani és mostani diákjainkat, és mindenkit, aki jelenlétével megtisztelt bennünket. Fúvós zenekarunk működésének és fennállásának 15. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi hangversenyünkön. Amikor ma beléptek ebbe a terembe és megnézték a háttérben látható a zenekar életét bemutató kiállítás képi és tárgyi dokumentumait, 15 éves időutazásban vehettek részt. Az elmúlt 15 év egy aktívan működő művészeti közösség életében már sok együtt átélt élményt, sikert halmozhat fel. Bemutattuk az előzményeket, amelyek nélkül ma nem jöhetett volna létre a mai jubileumi ünnepi hangversenyünk. Első műsorszámunk Erkel Ferenc ünnepi nyitánya. Az 1837-ben megnyílt Nemzeti Színház félszázados jubileumára keletkezett. A kompozíció egésze zeneszerzői bravúr. Fúvós zenekarra átírt részletek következnek a zeneműből. Erkel ünnepi zene vezényel Fuchs Attila. Thank you.
Az 1930-as évekbeli Solti Levente zenekar, majd az 1980-as évek tűzoltó zenekara a korabeli városvezetésnek és lakossági igényeknek tett eleget, amely zenekarok nem működhettek volna néhány elkötelezett zeneszerető ember szívből jövő munkássága, közösségalakító tevékenysége és a tabok zenei elkötelezettsége nélkül. A még élő, sajnos egészségi állapota miatt nem jelenlévő Levente zenekari tag, a 95 éves Őrsi Sanyi bácsi elmondásából tudom, mennyire lelkesen és szeretettel jártak zenekari próbákra. Mennyire örültek az ütött kopott hangszereken kicsalogatott hangoknak, amelyek végül is egy harmóniába olvadva tapsra ragadtatták a hallgatóságot. Következő műsorszámunk a Bel canto nyitán, Willy Houtvast holland klarinét tanár szerzeménye. Az olasz opera és a bel canto, vagyis a szép ének ihlette a rendkívül dallamos művet. Mivel nincs alapjául szolgáló történet, a kompozíciót tiszta, könnyű, hallgatható zenének szánta a szerző. Houtvast, bel canto nyitány. Thank you.
Szervezett formában történő zenetanítás az 1960-as évekig nem volt Solton. A zenetanítást az 1960-as évektől kezdődően a 2000-es évekig Kalocsáról, majd Dunapatajról kijáró tanárok végezték, óraadó vagy magántanárként. A 2002-es évben Németh József polgármester úr és az önkormányzat képviselő testületének tagjai kezdeményezték a Hartai Művészeti Alapiskola vezetőjénél, Gavenda Jánosnénál, hogy intézményes keretek között indítsa el a solti kihelyezett tagozatot. A zeneművészeti ág tárgyainak szakszerű oktatását. Az érdeklődés a művészetoktatás képzés iránt nagy volt. A növendék létszám évről évre dinamikusan emelkedett. Ennek egyik eredményeként 2004. januárjában megalakult és megszólalt a közel 20 főt számláló részfúvós zenekar Sklenka István részfúvós tanár vezetésével. Most hallgassák meg Bartók Béla az Este a székelyeknél című közismert darabját, az 1908-ban komponált mű 10 könnyű zongoradarab 5. száma volt. A falusi emlékeket felidéző székely dallamok stílusában fogant melódia fafúvósokon szólalt meg, míg a részfúvóskar harmóniái a szenvedélyes félig ének, félig beszéd hátteret adják. A klarinét szólót Szuromi Marika, a trombita szólót Patyi Gábor játsza. Bartók Béla, Este a székelyeknél. Gavenda Jánosné és Németh József volt polgármester is megtisztelt bennünket jelenlétével. Szlenka Istvánnal nem találkoztam, ha itt van. Kérem, álljanak tőle, hogy lássuk, hogy honnan indult ez az intézményes forma. Thank you.
2004. szeptemberétől Fuchs Attila harsonatanár folytatja a munkát, közel 40 főre emelkedett létszámmal. A zenekari tagok a heti rendszeres próbák résztvételén kívül a tanítási szünetekben is igényelték a próbára járást, aminek az lett az eredménye, hogy 2005-ben már egy önálló újévi koncertet is adtak a művelődési házban. Azóta is minden évben sor kerül a koncertre, mára már hagyomány lett, a város is számon tartja, mint az egyik legnívósabb kulturális eseményt. A zenekar egyre több helyi és környékbeli szereplést vállal, amely motivációs tényezőként hatott a zenekari tagokra. Kiváló közösség alakult ki, amelyet a nyári szakmai táborokban szerzett közös élmények még összetartóbbá kovácsoltak. 2007-ben a Kiskörösi Nemzetközi Fúvós Zenekari és Mazsorett verseny hozta meg az első igazán szakmai sikert. A hazai szakemberekből álló zsűri dicsérő oklevéllel jutalmazta a versenyen bemutatott koncert és menetprogramunkat. A Herkules fürdői emlék egy hangversenykeringő, illetve dalkeringő, amelyet Pazeller Jakob komponált, szövegét Czerkovics Béla írta. Következik a Herkules fürdői emlék című hangversenykeringő. Thank you.
A sok elismerés ösztönzőleg hatott a további munkavégzésre. Néhány közülük 2007. augusztusában az első nyugati külföldi turné is megvalósult. A franciaországi Montreux városának vendégei lehettünk 5 napig. 2009-ben a zeneiskolai fuvolzenekarok országos versenyén szép szakmai siker született, 4. helyezést értünk el a rangos mezőnyben. Az elkövetkező években 2010-től töretlenül fejlődött zenekarunk, bejártuk Európa számos országát, Ausztria, Németország, Franciaország, Spanyolország, Szlovénia, Bulgária, Erdély városaiban mutathattuk be a helyi fesztiválokon show és koncertprogramjainkat. A folyamatos utánpótlás képzésre való törekvésünk eredményeképpen több éve működik, és évente 2-szer a közönség előtt is megmutatja tudását az utánpótlás zenekar. Ez az együttes mintegy előképző szolgál az ifjúsági zenekarba való kerüléshez. Vezetőjük az 2014-15-ös tanévtől Nagy Máté harsonatanár. Máté a nagy zenekar vezetésébe is bekapcsolódott. Az elkövetkező percekben Johann Strauss Anna polkáját hallhatják, vezényel Nagy Máté.
elmúlt 15 év alatt a zenekar biztonságos működéséhez mindig szükséges volt egy stabil, önkormányzati, intézményi háttérre. 2002-től a Hartai Önkormányzat és az Alapfokú Művészeti Iskola, 2006-tól a Solti Önkormányzat és a Vécsei Károly Általános Iskola, 2013-tól a Kalocsai Tankerület, 2017-től a Bajai Tankerület biztosítja a stabil hátteret, működteti és fenntartja iskolánkat. Boldogok vagyunk, hogy jelenlétével megtisztelt bennünket Sárosi Magdolna, a Bajai Tankerület igazgatóasszonya. És Bánné Szalai Anikó szakmai igazgatóhelyettes asszony. Farkas Antal üveges táncának őse, a soroksári Kék Duna Harmonika zenekar számára készült a 60-as évek elején, hogy magyaros témájú zenedarabjuk is legyen a repertoáriukban. A következő percekben fúvós zenekari átiratát hallhatják a zenekar előadásában, mely az Alapfokú Művészetoktatás tantervi programjában is szerepel. Közreműködnek a Dunaföldvári Levendula Művészeti Iskola néptáncos növendékei Gordos Ilingó, Bognár Anna Mária, Gordos Dorián, Farkas Áron. Farkas Antal üveges tánc. Thank you.
Sokan tapasztalhatták a városban, hogy a Solti-Vécsei Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zsolt utcai épülete és udvara, valamint a Nagymajori úti iskolánk is felújításra kerül. A felújítások nagyban hozzájárultak a használók, diákok, pedagógusok munkakörülményeinek javításához. Komfortosabbá váltak az épületek, színesebbé, varázslatosabbá az udvari játszópark. A Zsolt utcai zenekari próbatermünk padlózata kicserélésre került. Az aulában Sánta Edit igazgatóasszony ötletére fényképények kiépítésére került sor. A pályázatok sikerét, a megvalósítást a Bajai Tankerületnek és a Solti Önkormányzatnak köszönhetjük. Hálánk jeléül következzen a USB App, mely eredetileg egy izlandi dal, 2003-ban nagy slágerré vált Josh Groban által az Egyesült Államokban, Orbán Tamás és Kocsis Tibor jóvoltából már Magyarországon is jól ismerik, Mit ér egy hang címmel. Rolf Lóvjönt, Raise Me Up, közel működik Kákany Éva.
A 2018-as és 19-es tanévben a magyar kormány és az Emberi Erőforrások Minisztériuma elindította a Kodály Zoltán nevével fémjelzett hangszercsere programot a művészeti iskolák számára. A programban biztosított anyagi erőforrások segítségével a mi iskolánkban is sor került a régebbi hangszerek cseréjére, felújítására. A program a 2020-as tanévben folytatódni fog, így a minőségi munkához az eszközök is biztosítottak lesznek. Következik Jacob de Haan, még ma is élő holland kortárs zeneszerző műve, akinek több tételes darabját mutatjuk be. Jacob de Haan, Free World Fantasy, szabad világ fantázia. Szó volt a Kodály programról, szeretném, hogyha fölemelnétek azokat a hangszereket, amik ennek hálalaknak a amit szintén a Kodály hangszercsere program keretén belül kapunk, de nem tudjuk felemelni, az a dobszerelés. Thank you.
Napjainkban mindannyian tapasztalhatjuk az életünk bármely területén jelentkező értékrend változást, elhatalmasodik a kics, mindent pénzben mérnek. Intézményünk biztosítja gyermekeink számára a jó lehetőségét, mert a művészetek akár észrevételenül is, de jelen vannak minden napjainkban. Programunk gyermekközpontú és olyan célokat fogalmaz meg, melyek eléréséhez reális esélyt adnak tanulóink legtöbbjének. Munkánkat az intézmény használók igényeihez igazítjuk, felvállalva a folyamatos megújulást. A következő percekben John Tower Williams, amerikai zeneszerző és karmester filmzenei válogatását hallhatják. Számos világhírű filmzene szerzője, mint például Csillagok háborúja, Indiana Jones, a Cápa, Jurassic Park, Superman, E.T., a Földön kívüli Schindler listája, Ryan közlegény megmentése, Harry Potter. Következik tehát John Williams koncert, amely filmzenéket varázsol a terembe. Thank you.
a városban még aktívan tevékenykedő idősebb zenepedagógusok elmondásaiból tudom, Solt városában a múltban is pezsgő zenei és kulturális élet zajlott. A lakosság a helyi kultúrát, hagyományokat őrizte, örömmel és aktív szereplőként mutatta be a társadalmi rendezvényeken felhalmozott művészeti értékeket. Ezen értékek megőrzését és a művészeti ágak intézményes formában való oktatását folytatjuk ma is a Bajai Tankerület fenntartói működési felügyelete mellett, amely biztosítja a jövő nemzedékei számára hagyományaink fennmaradását. Az elkövetkező percekben a zene szárnyán gondolatban utazni fogunk. A sivár, félsivatagi táj közepén ősi romok mesélnek a régmúlt nagy eseményeiről. Ütött, kopott autóbusz áll meg előttünk a színi társulat tagjaival, akik a jelmezek kicsomagolása után nyomban nekiállnak, hogy előadják minden idők legnagyobb történetét. Júdás egy szirt fokán ülve végigtekint a pusztaságon, és azon elmélkedik, minő veszedelmeket zúdított Jézus a szegény zsidó népre. Ám a messiás eljövetele nem csupán előtte talány. Kezdetben a többi tanítvány is értetlenül áll a megváltó cselekedetei, és önkéntes áldozatvállalása előtt, egészen a szükségszerű, végső áldozathozataliba keresztig. Sir Andrew Lloyd Webber, Sigmund Tom bárója, a késő 20. század egyik legnépszerűbb musical zeneszerzője. Pályafutása alatt 16 musicalt, több filmzenét és egy latin nyelvű requiemet szerzett. Most Jézus Krisztus szupersztár rock musicaljéből hallhatunk részleteket. Közreműködik Kákon Éva. Túl sok tán ennyi ér.
Az elmúlt 17 év művészetoktatása és 15 év zenekari munkássága a folyamatos, stabil intézményi háttérnek köszönhetően garantálja a művészetoktatás kiszélesedésének a folyamatát városunkban, amelynek összefogására a jövőben is szükség lesz. Az érdeklődés, a létszámok azt mutatják, hogy a nevelőtestületünk áldozatos munkája nyomán van jövője iskolánknak. Szükség van oktató, nevelő munkánkra, szükség van arra, hogy mai korunk negatív hatásait az itt tanulók részére mérsékeljük. Ezen gondolatok jegyében hallgassák meg utolsó műsorszámunkat, Johann Strauss Radetzky indulóját. Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat és meghallgatták az újévi jubileumi hangversenyünket. Johann Strauss Radetzky induló.
Kérem, hogy a ráadás műsorszámhoz legyenek kedvesek a színpadra fáradni azok a volt zenész társaink, akik szeretnének velünk együtt muzsikálni. Az együttzenélés után a művelődési ház munkatársai egy pohár pezsgőt szolgálnak fel mindenki számára, hogy jó kívánságainkat kifejezve kocinthassunk egymással a 2020-as év egészére. De mielőtt a közel 60 fős zenekar megszólalna még egyszer, köszönetemet szeretném kifejezni Németh József, Gál József, Kalmár Pár volt és Németh István jelenlegi polgármester uraknak, Suhajda Antal akasztó polgármesterének, a képviselőtestületek tagjainak, a Bajai Tankerület igazgatóasszonyának, Sárosi Magdolnának, a Solti Vécsei Károly általános iskola és AMI vezetőjének, Sánta Edit igazgatóasszonynak, Lencsés Panni volt és Farkas be a jelenlegi művelődési házvezetőknek és munkatársaiknak, pedagógusatársaimnak, a főszponzorunknak, a Körös Blank Kft. Vezetőjének, Csépe Katalinnak és Fuchs Tibornak. Azt a sok szeretettel, segítőkészséggel felénk irányuló figyelmet, támogatást a munkánkhoz, ami lehetővé tette, hogy ma egy felejthetetlen estét szerezzünk a bennünket hallgatóknak és önmagunknak. A Solti Fúvolzenei Közhasznú Egyesületnek, a zenekar volt és jelenlegi tagjainak, a szülőknek, támogatóinknak szintén szívből jövő hálás köszönettel tartozunk, hiszen nélkülük nem jöhetett volna létre ünnepi rendezvényünk. És akkor még most műsorszámon kívül mi is szeretnénk megköszönni a város nevében. Kérném szépen Fuchs Attila Karnagy urat és Nagy Máté Karnagy urat. Az a parancs, hogy jöjjünk középről, hogy középre jöttünk. Először is egy díszoklevelet szeretnék átadni a város nevében, megköszönve a 15 éves munkátokat. És ugye tudom, hogy Akasztó jobban, de azért Solt is bortermelő városka, úgyhogy ezt a Mátének szeretném odaadni. Ezt pedig neked Attila, és sok jó bort kívánok hozzá az elkövetkező 50-60-80 évre. Még egyszer köszönöm. Thank you.
Csak akkor mentek.